A kamerában mosolygott és a nyelvét nyújtogatta a szexuális gyerekgyilkossággal gyanúsított 19 éves férfi márciusban. K. Dániel egy térkővel verte szét brutálisan egy héttel korábban a saját 6 éves unokahúga fejét. A férfi szexuális indítatásból csalt el a kislányt, akit miután kegyetlen módon bántalmazott, még élve a patakba húzott. Az áldozat végül megfulladt. Az ügyben most emelt vádat az ügyészség. Aljas indokból, különös kegyetlenséggel 14. életévében nem töltött védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés büntette miatt emelt vádat Tolna megyei főügyészség a szexuális törvényszékben. A sajtóban korábban többször is megjelent, hogy a gyilkosságban egy másik férfi is részt vehetett. A vád szerint viszont ez nem igaz. A szörnyű tettet egyedül követte el K. Dániel, ráadásul annak ellenére, hogy korábban már részlegesen korlátozták a cselekvőképességét, tisztában kellett lenni azzal, hogy mit művel. 2017 óta cselekvőképességét részlegesen korlátozó gondnokság alatt áll, illetőleg személyiségzavarban is szenved, azonban ezen körülmények a beszámítási képességére nincsenek kihatással, a vádbeli cselekményét a beszámítási képességének teljes birtokában valósította meg. A férfi a gyilkosságért legfeljebb 20 év börtön kaphat a törvények szerint, mivel az elkövetéskor még nem töltötte be a 20. életévét. Egy korábbi lopási kísérlete miatt viszont egy másik ügy is folyamatban van ellene, a bíróságnak pedig lehetősége van arra, hogy összevonja a két ügyet, ami így 25 évre emelni a maximálisan kiszabható ítéletet.